Hogyan készül a burkolók egyik legkedveltebb szigetelőanyaga, a maplasztik? A vízszigetelés a kültéri burkolatok nélkülözhetetlen eleme. Meggátolja, hogy az aljzaton átszivárgó talajpára vagy a felülről érkező nedvesség kárt tegyen a burkolatban. Megnéztük, hogyan készül a két komponensű maplasztik szigetelés egyik összetevője. Az alapanyagokat kamionok szállítják a gyárba. Tartályukból légkompresszorok segítségével kerülnek az anyagok a hatalmas silókba. 53 különböző porállagú termék készül a gyárban. Egy szoftver adagolja az alapanyagokat az aznapi recept alapján. A silók alatt lévő központi mérleg méri ki, hogy miből mennyi kerül a késztermékbe. Egy 8 órás műszak alatt 80-110 tonna termék készül, egy évben napi 3 műszakkal számolva akár 80 ezer tonna is kikerülhetne a kapukon, raklapokra tornyozva, csomagolva. Az automata rendszernek köszönhetően mindössze 3 ember dolgozik egy műszakban. A kis csapat vezetője egyben a targoncázás feladatkörét is ellátja. Az adalékszereket egy kisebb mérleg adagolja, mert ezekből kevésre van szükség, így nagyobb pontosság kell. A maplasztik A komponensét a kiszerelésnek megfelelő méretű zsákokba töltik. A papírzsákok adagolása, a por nagy nyomáson történő befújása, a levegő elszívása mind a lehető legnagyobb sebességgel történik. A megtöltött zsákok futószalagra kerülnek. A gyártás teljes folyamatát figyelemmel követhetjük egy monitoron keresztül. Ez a rendszer központi eleme. Itt nem csak az látszik, hogy mi történik az üzemben, de innen vezérlik a teljes folyamatot. A megtöltött zsákok tisztítás után egy kontrollmérésen is átesnek. A 10 dekás tűrés határnál könnyebb és nehezebb zsákok selejtnek számítanak. Megadott időközönként egy-egy zsákot levesznek a futószalagról, és a laboratóriumba szállítják. Itt zajlik a minőségellenőrzés, amely a gyártáshoz elengedhetetlen. Addig nem kerülhet egy termék sem a kereskedelembe, amíg a labor munkatársai nem ellenőrzik, hogy a késztermékek minősége megfelele a magas MAPEI elvárásoknak és szabványoknak. A labor végzi a beérkező alapanyagok minőségellenőrzését is gyártás előtt. A vízszigetelő A és B komponensét összekeverik, és elvégzik a szükséges méréseket. Viszkozitás mérővel mérik a termék viszkozitást, ezzel is ellenőrizve, hogy a bekevert anyag állaga tökéletes legyen a felhasználás során. A laborban párhuzamosan többféle terméket vizsgálnak, mindegyiket a felhasználási területének megfelelően. A csemperagasztót az előírások szerint keverik be, felkenik betonlap felületére. A felkenéstől számított 2 perc után 5 kg súllyal terhelik 30 másodpercig a 10x10-es nem net szívó csempét. A betonlapra rögzített vonalzó segítségével vízszintes helyzetben megmérik a csempe és vonalzó távolságát. A betonlapot függőleges helyzetbe állítják 20 percig. Az idő leteltével újra megmérik a távolságot és kiszámítják a lecsúszás mértéket. Mérik a feldolgozhatóságot is úgy, hogy a ragasztóba felkenés után, 20 és 30 perc után egy 5x5-ös csempét helyeznek, amit 30 másodpercig 2 kg-mal megterhelnek. Azután a csempét megfordítják, és nézik, mennyi a csempe hátoldalán a ragasztó takarása. Ezt azért fontos tudni, hogy felkenés után akár 20 perccel is lehessen ragasztani a csempét, anélkül, hogy a későbbiekben leessen. További betonlapokra felkenik a ragasztót, és 4 darab 5x5-ös csempéket ragasztanak rájuk 5, 10, 15 és 20 perc elteltével, amiket különböző körülmények között tárolnak 7 és 28 napig 23, 70, 15 és 23 Celsius fokos vízben. 27-28 nap után mérik a csemperagasztók tapadási erősségét a különböző képen tárolt mintákon. Ehhez egy tépőszilárdságmérő készüléket használnak, amely méri azt az erőt, ami ahhoz szükséges, hogy a csempét elválasszuk a betonlaptól. Hasonlóan szigorú szabályok szerint mérik az aljzat kiegyenlítő terülését kiöntés után.
Az ajzat kiegyenlítőt 4x4x16 cm-es sablonokba öntik, és 7 és 28 nap tárolás után megmérik a próbatest hajlító és szakító szilárdságát. A hajlító vizsgálat közben két oldalt feltámasztott mintát felülről, középről kezdünk el hajlítani a minta töréséig. A szakító vizsgálat során a már előzően eltört két félhasábot alulról és felülről egyenletesen összenyomjuk a minta összeroppanásáig. Egy további mintát egyszer-egyszer 28 cm-es sablonba öntenek, és 28 nap kötés alatt mérik a minta hossz változását, zsugorodását és tágulását. A csomagolás előtt a zsákokra egyedi jelzés kerül. Az írófej a dátumon kívül többek között a műszak azonosítóját is rányomtatja. A gyártósor végén raklapokra kerülnek a sorra faragott, kötésbe rendezett zsákok. A rakásokat tömörítik, a magasságukat a berendezés leméri. A pontos méret ismeretében a végtelenített fóliából levágja és hegeszti a csomagológép a szükséges mennyiséget, és a helyére illeszti azt. A különleges anyag hőkezelés nélkül zárja tökéletesen a zsákokat, amelyek így a szabadban is tárolhatók.